Hello, hello! Szépen havazik, mi? Én is úgy érzem. Hopp, leesett a kamerám. Még jó, hogy állítólag ütésálló. Mert ha így klaffolom, az akkor jó vége lesz neki, biztos. Szép M4-es. Ahogy látom, akkor lassabban kéne menni a kanyarokba. Mert így leszáll a GoPro. Különben éppen ebédé voltam. Mert már ma, mivel születésnapom van, akkor én állom az ebédet. Nagyjából így üttem. Őre 10 euró per fő. Nem baj. Évente egyszer van csak születésnapom. De még meg kell álljak egy másik boltba, hogy vegyek még italt. Mert itt a töröknél nincs. Vagyok fagyva, még jó, hogy az autónak van fűtése. Klíma gyorsan befűt. Még gyorsan elmegyek a pennybe. Veszek még italt, és húzok vissza az építkezésre. Mert egy kaja után van még, hát déltű egyik van a szünet. És akkor van még a szünet után. Szünet után van még 4 óra hossza meló. Az a baj, az hosszi. Igaz, hogy 7-12-ig is hosszi, de hát ez van. Gyönyörű, ahogy esik ez a hó. Húj, de boldogok lehetnek ezek is a robogón. Lassan a kanyarba, úgy. Látjátok, így kell motorozni. A robogón. A melegük nem lesz, az biztos. Szépek így a fák, ugye? Befehéredve. Nekem nagyon tetszik. Ámulok és bámulok. Nagyon szép. Nagyon szép. Csak kár, hogy dolgozni kell az ilyen időbe. Ha kisfiam itt volna már kajbána, hogy sné, sné. Hó, hó, nagyon szereti, ha havazik. Vigyá húgolyózni akar. Élvezet nézni. Na, már mindjárt itt is vagyok a Penninél. Hát gyors vagyok én, mint a villám. Ez a masszívit. Csúszik, jó van, ha csúszom. Én. Meg is érkeztünk, na mindjárt jövök.
Na, már meg is jöttem, leveszem ezt a görcsöt. Az egészből három sör, három kóla, és öt kebab. Ez a mai ebédünk. De most sajnos vissza kell menni az építkezésre. Még mindig nem esett le a 2 méter hó. Pedig leeshetne. De jó benne. Főbigyögött a szenzorom, mert az eleje biztos teli van hóba. Le is kő, hogy kössem magam. Ne visítgasson út közbe. Aztán repülünk. Halló! Halló, és pedig vagy? Az iha? A tým reči, že ušel u trgovinu po, ideš u trgovinu po piče, jel si tamo za piče? I tamo i trgovina. Aha, okej. Okay. Išao to vijek, da? Ziha! Okej. Ajde. Ajde, ziha! Na ennyi, már arra is kíváncsi vagyok, hogy hol vagyok. Sokáig el vagyok. Az én ötletem volt a kebapos kaja máma, de az, hogy hát messzire kő menni érte. Hát mondom neki, jó van, az én autóm elbír gurulni, nem a cégesnek, céges autónak az üzemanyagját fogom fogyasztani, saját üzemanyagomat fogom fogyasztani. Jó, jó, akkor lehet, lehet. Na, mondom, de jó. Nem gond, az elfúrikázok, én az én autómban, én szeretem hajtani az enyémet. Csak érted ennyi, hogy ez a pénzéhesség, hogy mennyire. De mikor ők, hogy mennyire, akkor főfúrikázik, ő bétbe szétnézni. Ez nem gond. Ez van. Ez van, ezt kell szeretni. Mindig ezt mondom. Mindjárt be is érünk. Kukájáig ő elmenni, akkor szerintük messze van. És szerintem meg túl közel. Még egy 50 kilométerrel messzebb lehetne a kebapos, ha jobban örülnék neki. Jajjön, leparkolom az autócskámat, visszafőhúzom a téli kabátomat, és akkor megyek vissza szenvedni. Vagyis nem szenvedni, enni, azt utána szenvedni. Enni. Nos, kacok, remélem jó volt ez. Főszerelés, minden. Kajapia megvan, megyünk kajálni. Sziasztok!